Vidám figurákat ábrázoló grafikákból nyílt kiállítás a székesfehérvári Munkácsy Mihály általános iskolában. Az aulában megtekinthető tárlaton Lebár József sokoldalú animációs és grafikus művész az iskola egykori tanárának alkotásait állították ki, amelyek többek között olyan kultikus állatokat, szimbólumokat ábrázolnak, mint a bagoly vagy az elefánt. Tóth Péter, az iskola igazgatója kiemelte, a Munkácsyban nagyon fontos, hogy a gyerekek olyan környezetben éljenek, ahol érezhetően jelen van a művészet. Vizuális kultúra programunk miatt különös jelentősége van általában minden kiállításunknak. Egy közös van mindegyikben, hogy vagy a Munkácsyhoz, vagy Fehérvárhoz kötődő művészek jelennek meg nálunk. A Munkácsyhoz Józsi bácsi pedig több szállal is kötődik, Lebár József nálunk tanított kollega volt. Az élet elsodorta tőlünk. Úgyhogy gyakorlatilag 2015-ben volt utoljára kiállítása itt a Munkácsy Galériában, de mint barát és mint szakember azóta is tartjuk a kapcsolatot. Most a Covid után elérkezettnek láttuk az időt, hogy ő is bekapcsolódjon ebbe a kiállítási programba. Lebár József elmondta, művei főleg illusztratív jellegűek, de mivel saját maga szórakoztatására alkotta meg őket, egy játékosság is megfigyelhető rajtuk. Az elmúlt néhány évnek az ilyen kisebb rajzos, gyűjteményes verziója látható itt, amiket ilyen abszolút örömből készült kis rajzocskák, van ami abszolút a játékosság van ami inkább illusztratív jellegű dolog, és nagyjából ennyi volt a koncepció az egészben, tehát eléggé vegyes felvágott, nem volt különösebben nagy vonalú íve vagy koncepció az egésznek, hanem tényleg ez a játékosság jellemezte. A grafikus művész tárlata 3 héten keresztül lesz látható a Munkácsy Mihály általános iskola aulájában.